Reméljük, többé nem fordul elő hasonló eset, ezt mondta Recep Tayyip Erdoğan az orosz vadászbombázó lelövése után 5 nappal. Vlagyimir Putyin korábban azt mondta, amíg török kollégája nem kér bocsánatot az incidensért, addig nem hajlandó beszélni vele. Moszkva válaszul a gép lelövésére gazdasági szankciókat dolgoz ki, és felfüggesztette a törökök vízummentességét. Recep Tayyip Erdoğan a keddi incidens óta először támogatói előtt fejezte ki sajnálatát az orosz gép lelövése miatt. Nagyon szomorúak vagyunk az eset miatt. Bár ne történt volna meg, de megtörtént. Reméljük, többé nem fordul elő hasonló eset. Törökországnak soha nem volt érdeke a feszültségkeltés, és nem is lesz soha, mondta az ankarai elnök. Erdoğan azt is elmondta, reméli, hogy a párizsi klímakonferencián sikerül személyesen elsimítani az ellentéteket Vlagyimir Putyinnal. Amíg szuverén jogaink nem sérülnek, diplomáciai úton próbálunk érvényt szerezni a nemzetközi szerződéseknek. Remélem, hogy a feszültség Oroszországgal nem fog növekedni, tette hozzá Erdoğan. Az orosz külügyminiszter egy nappal korábban jelentette be, hogy a kereskedelmi korlátozások mellett Moszkva felfüggeszti a török állampolgárok vízummentességét is. Szergej Lavrov azt mondta, országa aggódik a Törökországban fennálló terrorveszély miatt. Amikor Assad elnök megkért erre minket, az orosz légierő légicsapásokat mért azokra a szíriai területekre, ahol illegális olajkereskedelem zajlik. De ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok vezette koalíció már egy éve jelen van az országban, ráadásul a kormány felhatalmazása nélkül. Úgy gondolom, ők is látták, mi folyik ebben a térségben, azt azonban nem értem, miért nem tettek lépéseket, mondta az orosz külügyminiszter. Közben Moszkvában folyamatosak a török ellenes tüntetések. Az ankarai külügyminisztérium ezért arra kérte a török állampolgárokat, hogy a helyzet tisztázódásáig halasszák el nem sürgős utazásaikat Oroszországba.